Siklós József, macedón férfi. Kitárt karokkal, sóvár szemekkel, remegő lábbal a tengerparton áll. Pál, jöjj Macedóniába, jöjj Európába, segíts! Mert bajok vannak Európába. Szárnyaló filozófiánk van, de utcáinkon koldusok. Gitár zeng márványpalotákon, rabszolgák hátán szíj suhog. Bálványokkal tele a város, lelkekbe űr, riadt magány. Mi újság, kérdik, s bomba robban Athén vagy Belfast piacán. Lázasan kutat a tudós, szuperbombát kotyvaszt az üstje, futnak tőzsdébe, mulatóba. Itt könny, amott közömbös arcok, trágár pálinka szülte nóta, hazug békék, valódi harcok. Metróval száguldunk a mélybe, sebes húzat szemünkbe vág, de mélyről felszínre robban az elfojtott ösztönvilág. Összkomfortos több házainkban ezrivel élünk egyedül, és gyűlöli a gyalogjárót, kisietve autóba ül. Többé egymásra rá se nézünk, szemünk a képernyőt lesi. Hálás vagyok, elég amimban, e szót vajon ki ismeri? Mint éjjel-nappali gyümölcs, robot gyümölcse, készen áll a ház, de már is zörget az ajtaján az ideg összeroppanás. Autója, a luxus lakása, szép fia van az ifjú párnak, de mire szól, apu, anyu már árva lett, szülei válnak. Kollégiumban a diák, fejében már tudás özön, szalámi zsemlét eldobál, szüleinek nem köszön. Öreg otthonba él a néni, mi csak kell, megvan mindene. Évszámra jönne valaki hozzá, hogy elbeszélgessen vele? Kórházakba, szakrendelésen kiadnak sok száz leletet. E tevékenység mozgatója ügyintézés, vagy szeretet? Milliós világvárosokban minden agyafurt kényelem titkát sejtünk, minden tudunk már, csak egymást elviselni nem. Van-e értelme életünknek, semmibe hajló büszke ív, művészetünk és irodalmunk, absztrakt és nonfiguratív. És amikor végre úgy tűnik, tökéletesen szép az élet, mint váratlan befejezés, nyitott gázcsap, revolver, méreg. Új szexbombát a striptizbálba, pizzenét, jogát, heroint, horoszkópot, mágia titkát, új mámor kell megint. Mámorok láncreakciója lelkünkön rettentő bilincs. Ennek a gyötrő szomjúságnak már enyhülése, vége nincs. Szomjasan várjuk, hogy segítsen rajtunk az ismeretlen Isten. Akartak már segíteni, vad eszmékkel, fél decirummal. Pál, jöjj át, segíts Jézussal, evangéliummal. Yeah.
Pótvizsga a szeretetből. A mester nagyiskolájában ma szeretetből pótvizsgáztam. Tanítóm előtt remegve álltam. Az első vizsgán én elbuktam. A tételt bár kívülről tudtam, de a gyakorlatban előbbre nem jutottam. Szerettem én, aki engem szeret, minden jó embert, akit csak lehet, de az ellenségemet? Aki rágalmaz és kinevet, ad mindenféle csúf nevet, gyaláz és megaláz engemet, ilyet nem tudok szeretni. Nem. És én ezt húztam ki a tételen, hogy az ellenségemet is szeressem. Szereted? Kérdezte tanárom, az én mesterem és megváltóm. Nem tudom. Hiába próbálom. Szelíden mondta, de erélyesen. Pótvizsgára mégy, és ha mégsem tanulod meg, megbuksz egészen. A szeretet nehéz tétel, a legtöbben ebben buknak el, mert ha bánt is, szeretnünk kell. De mesterem tovább tanított, külön órára magához hívott, szeretetével sokat javított. Mutatta kezén, lábán a sebet, hogy mennyit jelent a szeretet. Eltűri a keresztszegeket, eltűri a gúnyt és gyalázatot, tövis koszorút, a nehéz bánatot, a dárdaszúrást, amit értem kapott. Így tanított. Szívem felrázta, látta, hogy hajlok a tanításra, szeretetét szívembe zárta. És most pótvizsgáztam belőle. Ott volt az ellenségem is. Gúnyos megjegyzést kaptam tőle. De én szeretettel feleltem, s a szeretettel őt megnyertem, és a pótvizsgán átmentem. Tovább tanulok, tovább megyek, vannak szeretett egyetemek, magasak és mégsem elérhetetlenek. Mert más tudományt sokat tanulhatok, megcsodálhatnak, úgy vizsgázhatok, de ha szeretet nincsen én bennem, semmi vagyok. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. Külön öröm számomra, hogy egyszer sikerült nekem is eljutni Siófokra, mint szolgálattevő. Ugye már régen ismerjük évek óta egymást, de a Jóisten végtelen kegyelméből sikerült ma, mint szolgálattevő is itt állni előttetek. Ma egy olyan témával szeretnék foglalkozni, amely egy igen komoly kérdés, valamennyünk számára. De mielőtt erről a témáról szót ejtenénk, először a fiatalokhoz szeretnénk egy kérdést feltenni. Hát látom, gyerek nem sok van, de fiatalok azért többen vannak. Bizonyára jártatok már kint mezőkön vagy erdőkben, és hallottatok már nagyon sok szép ének, madár éneket, ugye? Madarak csiripelését, madarak énekét kint a természetben. Én vidéken születtem, és sokat jártam kint a mezőn, mellettünk a községhez nem messze, ott folyt a Tisza, és a Tisza partján sétálgatva nagyon sok énekes madár volt. És azok között, a madarak között különösen van egy nagyon kedves kis madár, amit a madarak királyának neveznek. Ezt a madarat úgy hívják, hogy pacsirta. Nem tudom, hallottátok-e már a pacsirtát énekelni valaha. Aki hallotta, emelje fel a kezét. Ki hallotta pacsirtát? Ó, hát ismerjük nagyon jól, ugye? Ezt a pacsirtát az egyik nagy költőnk csodálatosan megverselte. Majdnem minden madárról mondott valami szépet és jót, de a pacsirtát külön megverselte, külön megajándékozta sok szép gondolattal. És elmondom nektek ezt a verset, hogy hogy ajándékozta meg a pacsirtát. Azt mondja a költő, hogy Isten a pacsirtát szívvel, szóval, ezer jóval megáldotta. Hogy tudjon békén fészkenülni, földre szállni, égbe kelni, és röptében is énekelni. Ugye milyen szép ez a vers. És valóban a pacsirta ilyen, hogyha hallottátok és láttátok, békén ül a fészkén, és földre tud szállni,
aztán hallottátok már biztos, hogy ilyen trillázva megy felfelé, aztán onnan jön vissza lefelé, és közben dicséri a Jóistent. Ezt csak azért mondtam el, hogy nektek fiataloknak is a Jóisten bizonyára szép hangot adott, mert mikor én fiatal voltam, nekem nem állt be a szám, én rengeteget tudtam énekelni, és dicsőítettük a Jóistent, sokan voltunk fiatalok, és én arra szeretnélek benneteket kérni, hogy amikor indít benneteket a lélek, vagy kint jártok a mezőn, vagy akár odahaza, vagy bármerre, amikor erre indítatást éreztek, ne sajnáljátok megnyitni a szátokat, énekeljetek és dicsőítek a Jóistent. Kedves gyülekezet, amiről ma veletek együtt szeretnék elmélkedni, az az egyik legnagyobb bibliai igazság, mégpedig a szeretet törvénye. Bizonyára már gondoltatok rá, mivel a költeményekben is ugye a szeretetről volt szó, énekekben is. És felvetődik a nagy kérdés, hogy egyáltalán lehet-e betölteni a nagy parancsolatot, a törvényt. Sokszor hallom, és beszélnek is róla manapság is, amikor azt mondják, hogy itt van a szentek békességes tűrése, itt, akik megtartják Isten parancsolatát és Jézus hitét. Ugye ismerős ez a szöveg? Ismeri mindenki? Ugye, itt is emlegetjük sokan. Na most az a kérdés, hogy ezt a nagy parancsolatot be lehet-e egyáltalán tölteni emberi szavakkal? Mert ugye mi mindig azt mondjuk, hivatkozunk a törvényre, hogy a törvény így, a törvény úgy. Izrael népe is ezt a törvényt igyekezett betölteni, de nagyon jól tudjuk, hogy nem sok eredménnyel. Egyszer egy törvénytudó odament az Úr Jézushoz, és megkérdezte tőle, Mester, melyik a nagy parancsolat? És a Mester a következőt válaszolta, és fellapozzuk. A Máté Evangélium a 22. fejezet 35-től 40-ig terjedő verseket. Így válaszol maga az Úr Jézus. Tehát amikor megkérdezi a törvénytudó, melyik a nagy parancsolat, akkor az Úr Jézus így válaszol. Az első is a nagy parancsolat, így mondja, ő pedig felelve mondani ki, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. Ehhez hasonló a második is, szeresd fele barátodat, mint magadat. Ha az alapigét szemléljük és vizsgáljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy a nagy parancsolat a szeretet parancsolata. Tehát a törvényt, az isteni törvényt, a nagy parancsolatot csak szeretet által lehet betölteni. Emberi szavakkal, emberi akarattal nagyon nehéz a törvényt betölteni. Szinte lehetetlen. Ezért fogalmazta meg maga az Úr Jézus is pontosan így, hogy a nagy parancsolat az, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. És vajon hogy tudjuk betölteni szeretettel ezt a nagy parancsolatot? Nem tudom, gondolkodott-e már a gyülekezet ezen? Valóban lehetséges szeretet által betölteni a nagy parancsolatot? Nem mertek válaszolni. Igen, csak szeretet által lehet betölteni a nagy parancsolatot. Itt feljegyeztem magamnak, hogy például nézzünk csak egyetlen egyet a parancsolatok közül. Amikor azt mondja a nagy parancsolat, hogy az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd. Ugye milyen morbid dolog lenne az, ha egyszer azt mondanánk ennek az embernek, hogy hát az Úrnak, a te Istenek nevét hiába felneved, akiről tudjuk, hogy ő szereti az Istent. Hát egyszer szerettem az Istent, akkor
nem fogom az ajkamra venni az Isten nevét hiába. Tehát nem ítélkem, nem ítélem el, nem beszélek Isten ellen, nem káromkodom, és itt nem akarom ezeket részletezni. Tehát amikor az ember az Isten nevét hiába felveszi, tehát aki szereti az Istent, nem veszi fel az ő nevét. De ugyanezt mondhatnánk akármelyik más parancsolata is. De ugyanez áll az emberi kapcsolatokkal is. Milyen fura dolog lenne az, ha például egy embernek, aki szereti az ő fele barátját, azt mondanánk, ne ölj. Vagy azt mondanánk annak az embernek, ne lopj. Vagy ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Hát nem lenne ez egy visszatetsző dolog? Akiről meg vagyunk győződve, hogy szereti az ő fele barátját. Tehát ilyen értelemben be lehet tölteni a törvényt. Mert aki szeret, az nem vét Isten ellen, és nem vét az ő embertársai ellen. Tehát ilyen értelemben lehet betölteni a nagy parancsolatot. Ezt maga Jézus Krisztus mutatta be itt, amikor itt járt ezen a földön. De nézzük, hogy fogalmazza meg Pál apostol ennek a parancsolatnak a beteljesítését. Mert Pál csodálatosan fogalmazta meg ezt a Korintus beliekhez írott első levél 13. fejezetében. És lapozzuk fel a Bibliánkat, és mindjárt olvassuk el az első három verset. Azt mondja Pál apostol, hogy a szeretet parancsolatát így lehet betölteni. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint zengőirc és pengő cimbalom. Mit akart ezzel mondani az apostol? Bizonyára valamennyien tapasztaltuk már, hogy az érzelem nélküli beszéd, bármilyen ékes szóláson is szól valaki, mert a Jóisten sok embert megajándékozhat nagyon sok szép gondolattal és ékes szólással, de az érzelem nélkül történik, akkor milyen az? Mint egy zengőirc vagy egy pengő cimbalom, tehát nincs benne töltet, nincs benne szeretet. Aztán így mondja tovább az apostol. És ha a jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is, ugyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. Hát ez egy kicsit ítéletes dolog, ugye? Figyeljük csak meg, Pál apostol szembe helyezi a szeretetet a hittel. Mint azt mondaná az apostol, hogy még a hitnél is nagyobb a szeretet. Noha mi Bibliát ismerő emberek nagyon jól tudjuk, hogy hitáltal van üdvösségünk és hitáltal van örök életünk. És az apostol itt mégis, mintha szembe helyezné a szeretetet, mintha azt mondaná, hogy a hit is kevés a szeretettel szemben, mert hiába van hitem, ha szeretet nincsen én bennem, azt mondja, semmi vagyok. Hát szinte azt mondja, hogy nulla az egész. Hiába van hitem, hiába mondom én azt, hogy én ismerem az Istent, szeretem az Istent, szeretem az Úr Jézust, és én hiszek Istenben, de ha nincs ott a szeretet, Isten és ember iránti szeretet, azt mondja az apostol, semmi vagyok. Aztán így folytatja az apostol a harmadik versben. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. Hány és hány ember próbálja az ő hit életét úgy gyakorolni, hogy szeretné lefizetni a Jóistent. Akár tizeddel, adományokkal és sok minden mással szeretné kiváltani a szeretetet más eszközökkel, csak ne kelljen pontosan azt a igazi szeretetet gyakorolni, amit Isten elvár az övéitől. Ezért mondja Pál apostol, ha bármit teszek is, még ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, nincs belőle semmi haszon. Az előbb is említettem már, hogy Pál apostol itt a szeretetet szembefordítja minden
más ismerettel, más tudománnyal. Sőt, látszólag ugye azt mondtuk, hogy még a hittel is, de nem szándékosan. Mert a 13. versben az apostol azt mondja, hogy a hit, a remény és a szeretet az megmarad. Tehát nem törli el a hitet, mert az megmarad, csak a szeretetet fölé emeli. Hogy mindenek felett a szeretet az a központi gondolat. És tegyünk fel egy kérdést. Miért nagyobb a szeretet a hitnél? És szeretném, hogy ezt közösen megbeszélni. Ki hogy látja? Miért nagyobb a szeretet a hitnél? A végcél nagyobb az eszköznél. Mert a hit eszköz, a végcél pedig a szeretet. A hit az az eszköz, amely elvezet bennünket Istenhez. Isten pedig a szeretet. Akkor tehát betöltöttük a célt, magát, a szeretetet. Tehát ilyen értelemben értelmezi Pál apostol, hogy a szeretet nagyobb a hitnél, mert a hit csak eszköz, viszont a szeretet az a cél. A keresztény ember számára ez a központi gondolat. Tegyünk fel ismét egy kérdést. Hogy tölthetjük be a törvény szeretetet egyáltalán? Ez törvény, szeretet törvényét egyáltalán. Pál apostol ezt csodálatosan fogalmazta meg a Korintusbeliekhez írott levél, ugyancsak a 13. fejezetében, a 4. verstől olvassuk az igét. Azt mondja Pál apostol az ő tanítása és mondása alapján, hogy a szeretet hosszú tűrő. A szeretet kegyes. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, a szeretet nem fuvalkodik fel, nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, és mindent eltűr. És végül azt mondja, a szeretet soha el nem fogy. Hát ez a csodálatos himnusz, ugye? A szeretet nagy himnusza, így is szoktuk nevezni. És nézzük csak ezt részletében. Azt mondja az apostol, tehát, hogy a szeretet hosszú tűrő. Mit akar ezzel mondani? Hogy a szeretet teljes ember türelmes. Tehát el tudja viselni azokat a helyzeteket, azokat a körülményeket, amit sokszor az élet ráterhel az emberre, és ahogy mondani szokták, kibillenti az embert a béketűrésből. Ugye valamennyien tapasztaltuk már ezt, hogy hamar bekövetkezik az embernek a kibillenése. Sokszor hirtelen türelmetlenek vagyunk. És sokszor megbántjuk embertársainkat, megbántjuk családtagjainkat, feleségünket, gyermekeinket, hittestvéreinket, mert nincs hosszú tűrés az életünkben. Tehát az apostol azt mondja, a szeretetet úgy lehet betölteni, hogy mi hosszú tűrők vagyunk. Van egy olyan biblia szöveg, hogy elszenvedvén egymást szeretetben. Sokszor bizony el kell szenvedni egymást. Vannak, akiknek szenvedést jelent a másikat elhordozni. De az apostol nem ilyen szenvedés, ő szeretetről beszél. Aztán azt mondja az apostol, hogy a szeretet kegyes. Mit akart ezzel is mondani? Hogy a szeretet irgalmas. Tehát ő lehajol embertársaihoz, lehajol az elhagyottakhoz, a betegekhez, a szenvedőkhöz. Irgalmasságot gyakorol. Van a Bibliában egy olyan biblia szöveg is, amikor azt mondja az Úr, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Ismerős ez a szöveg? És hadd tegyek fel egy kérdést. Hányszor gyakoroljuk mi ezt az irgalmasságot?
körülöttünk emberek százai élnek nyomorúságban, emberek százai mennek el mellettünk, akik azt várják, hogy irgalmasan csak egy szót, egy kedves szót szóljunk hozzájuk, egy vigasztaló szót. Hány lelki beteg, hány lelki szegény ember van ebben a világban, akihez oda kellene menni. Hát itt ez a siófoki gyülekezetben hallottam, hogy nagyon szép eredmény volt, amikor a fiatalok kimentek a Balaton partra, és megszólítottak embereket. Jól emlékszem rá? És az volt az eredmény, hogy az emberek szívesen meghallgatták a fiatalokat, és örültek annak, hogy egyáltalán valaki szólt hozzájuk, és egy jó szót mondott nekik. Aztán azt mondja az apostol, a szeretet nem irigykedik. Hát, engedjétek meg, hogy feltegyek egy kérdést, van-e itt olyan ember közöttünk, aki még életében soha nem volt irigy? Sír csönd van. Mi nem vagyunk irigykedő emberek, ugye? Pedig bizony-bizony emberi gyarlóság, emberi tulajdonság az irigység. Valamennyien beleesünk, valamennyiünkben felvetődik, ha azt látjuk, hogy annak a másik embernek valamivel több van, akkor nem azon örülünk, hogy hát hála jó Istennek, ezt megsegített a jó Isten, és elért egy bizonyos célt, hanem azt mondja, miért nincs nekem is, és még irigylem tőle. Látjátok, hogy milyen az irigység. Azt mondja Pál apostol, a szeretet az nem tud irigy lenni, az nem irigykedik. Aztán nézzük tovább ezt a kérdést. A szeretet nem kérkedik. Hát sokszor tapasztaltam az életemben, sokfelé jártam az országban, gyülekezetekben, és azt tapasztaltam, hogy bizony, akik már valami igazságot ismernek a Bibliából, és főleg, ha már többet is ismernek, és mondjuk még a proféciákat is ismerik, egy kicsit önteltek lesznek, magabiztosak lesznek, önigazultá válnak. És ha szabad ezt mondanom, még kérkednek is vele. Nem egyszer hallottam, amikor azt mondták, beszélgettünk emberekkel, és szóba került egyik vagy másik közösség. Ó, hát azok, de mi? Ugye, hát ismeritek ezt a gondolatot. Mi már vagyunk valakik, mert mi már ismerünk proféciákat, mi már ismerünk bizonyos dolgokat, sőt, mi már szombatot is ünnepelünk, de hát azok. Tehát érzitek, hogy ott van az emberben ez az úgynevezett kérkedés, aminek iker testvére a felfúvalkodás. Felfúvalkodik. Nem tudom, a testvérek mennyire ismerik. Igen, igen, csúnya jelleme az emberi természetnek. A kérkedés, a felfúvalkodás. Hát itt a tanulmányban is szó volt arról, amikor tanultunk, hogyha valaki már egy pozícióba jutott, akkor ugye, hát ő már valaki, ő már tud valamit. És lenézi a másikat, mert ő már valaki, ő már tud valamit. Tehát nagyon csúnya jellem ez a kérdés is. Aztán azt mondja az apostol, nem cselekszik égtelenül. Hadd kérdezzem meg, szoktunk mi égtelenül cselekedni? Hogy egyáltalán ismerős ez a kérdés, mit akar az a szó, hogy égtelenül cselekedni? Hát bizony, az egyik legcsudább, csúnyább dolog az emberi természetben, amikor egy ember égtelenül is tud cselekedni, amikor az ő fele barátjával, embertársával szemben úgy viselkedik, úgy viszonyul a másik emberhez, ahogy mondani szokták, ez már égtelen dolog. Nem akarom részletében ezt is kifejteni. Bizonyára valamennyien ismerjük, hogy mit akar ez a szó. Aztán így olvassuk. Nem keresi a maga hasznát. Sok élettapasztalattal rendelkezem,
és sokfelé jártam életemben, 40 éves szolgálatom alatt, szinte azt mondhatom, az egész országot átutaztam, és azt kellett tapasztalnom, hogy az emberek többsége mindig a maga hasznát kereste. Míg a hívő emberek is. Nem kivétel, higgyétek el, mi se vagyunk kivételek. Mi is mindig a magunk hasznát keressük. Van egy olyan mondás, emberi mondás, hogy minden szentnek, ismerős ez? Mondjátok mi? Maga felé hajlik a keze, ugye? Tehát benne van az emberi természetben ez a csúnya jellem tulajdonság is. Tehát nem keresi a maga hasznát. Aztán nem gerjed haragra. Ó, hát mi olyan szelid emberek vagyunk, ugye? Nem szoktunk haragra gerjedni. Béketűrő emberek vagyunk, békességes emberek vagyunk. Mi nem gerjedünk haragra. Figyeljétek csak meg. Maga az Úr Jézus is azt mondja. Mit mondott az Úr Jézus? Mit tanított? Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Ez nem egy emberi tulajdonság. Ezt meg kell tanulni, hangsúlyosan mondom. Az alázatosságot tanulni kell. Az alázatosságot csak Istentől tanulhatjuk, magától, Jézus Krisztustól. Nem véletlenül mondta, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. És hogy folytatja tovább? Akkor mi történik, ha mi szelíd és alázatos szívek leszünk? Mondjátok hangosan csak. Nyugalmat találtok a ti lelketekben. Hány embernek miért van nyugtalan lelke? Mert nincs szelíd alázatos lelkülete. Tele van nyugtalansága. Az egész élete nem áll másból, mint nyugtalanságból. Éppen azért, mert nem tudja, nem vette fel, és nem tanulta meg magától, Jézus Krisztustól a szelíd alázatosságot. És hány embert tett tönkre már, családokat tett, pontosan ez tönkre, hogy nem tanuljuk meg, és nem tanultuk meg magától, Jézus Krisztustól a szelídséget és az alázatosságot. Aztán, ahogy olvassuk, nem rója fel a gonoszt. Megint csak szeretnék megkérdezni egy olyan kérdést, hogy amikor bennünket emberek megbántanak, vagy valami olyat mondanak, vagy rágalmazást mondanak felőlünk, ha mondanak, akkor mi azt elviseljük szeretettel, béketüréssel, megbocsátó szeretettel, hanem mit teszünk mindjárt? Azonnal visszaválaszunk és felrójuk azt a gonoszságát. Egy egyszerű konyhai mosogatás alkalmával valaki azt mondta az egyik, nem is egynek, többeknek, hogy hát jó lenne, ha segítenétek a mosogatásban, és nem mennétek el sétálni, mikor itt a sok munka. És az egyik testvérnő erre nagyon megsértődött. Mi az, hogy nekik oda kell állni, és mosogatni kell, el kell mosogatni az edényt, vagy el kell törölni, vagy elő kell készíteni az ebédet, és így tovább. És azonnal visszaválaszol, és azt mondja, hát ő az Úrnak szolgált, ő vállalta, hogy ő azt a szolgálatot el fogja látni, és már belefáradt. Érzitek ugye ezt a gondolatot? Tehát nem azt mondja, igazad van testvérem, hanem mindjárt azt mondja, hát ő vállalta, ő vállalta ezt a szolgálatot, hát akkor csinálja, belefáradt. Ilyenek vagyunk mi emberek, sajnos. Aztán azt olvassuk itt az igében még, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazságnak. Ez egy nagyon nehéz kérdés.
Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel a kérdéssel, amikor azt mondja az apostol, hogy nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Nem szeretnék senkit megbántani, de az egész életünk tele van hamissággal. Ha nagyon komolyan belevizsgálódunk a saját személyes életünkbe, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy hamis a gondolkodásunk, hamis a nézetünk, hamis a beszédünk. Hát nem véletlenül mondja Jakab apostol, ha valaki a nyelvével nem vétkezik, az milyen ember? Tökéletes ember. Tehát érzitek, hogy ott van az emberi szív rejtekében, hogy tele van az életünk hamissággal. Pedig maga az Úr Jézus úgy határozta meg, ezt Pál apostol fogalmazta meg a Tituszi levélben, hogy megáll az Istennek erős fundamentuma, melynek pecsétje ez. Mi a fundamentum? Az ő népe, az ő egyháza. Tehát megáll az ő egyháza, de annak pecsétje az, hogy álljon el a hamisságtól mindaz, aki a Krisztus nevét vallja. Egy kérdés. Ismerjük ezt a Biblia verset? Vagy azt gondoljuk, mi már mindent tudunk, mert ismerünk bizonyos igazságokat? A legkomolyabb igazságok el vannak rejtve előttünk. Álljon el a hamisságtól mindaz, aki a Krisztus nevét vallja. Higgyétek el, ma is beszéltünk erről a szombatiskolánál. Ha valaki nem tudja ezeket a komoly Biblia igazságokat átültetni, áttenni a személyes életében, akkor hiába van minden igazságunk, az apostol mondta, minden kár és szemét, ha nem az a krisztusi szeretet él bennünk, amit magam az Úr tanított mindnyájunkkal. Aztán így olvassuk, mindent elfedez a szeretet, mindent elfedez. Mit ért ez alatt az apostol, hogy mindent elfedez a szeretet? Egy idős néni jut eszembe, akinek voltak kis unokái, és amikor jött a zivatar, a hideg szél, jött az égzengés, a villámlások, volt egy hatalmas nagy köténye, csak odahívta ezeket a kis unokákat, és szépen betakart őket, hogy ne lássák és ne hallják a zengést. Hát a szeretet ilyen, amikor azt mondja az ige, hogy mindent elfedez, akkor a szeretet mindent betakar. Vagyis mit jelent ez más szóval? Mindent megbocsát, mindent elfelejt. Tehát a szeretet hosszú törő és kegyes. Mindent hiszen, azt mondja az apostol. Mindent hiszen. Hát ez egy nehéz kérdés, ugye, amikor arról beszélünk, hogy mindent hiszen. Mi az, amikor azt mondja az apostol, hogy mindent hisz? Mit hiszünk mi egyáltalán? Csak a Biblia igazságokról lenne szó? Csak arról van szó, amikor azt mondja itt az apostol, hogy mindent hiszen, és semmi másról? Amikor erről beszél az apostol, hogy mindent hisz, akkor ebben benne van az az őszinte, tiszta emberi érzés, gondolkodás, hogy hisz az ő fele barátjában, hisz embertársában, hisz a másikban, értékeli, becsüli, mert elhiszi mindazt, amit attól tanult vagy hall. Tehát nem csak a Biblia igazságokról van szó, hogy elhiszem, hogy van Isten, elhiszem, hogy van Jézus Krisztus, és elhiszem, hogy lesz örök élet, hanem hisz embertársaiban is. Bizalommal rátekint. Van bizalma az emberekben. Manapság ez nagyon nehéz, mert azt szokták mondani, ma már az emberek tele vannak hamissággal, ugye hát az egyik nagy bűn, és az emberek ezért nem tudnak hinni a másik emberben. De a szeretet, az ezt is betakarja.
Aztán azt mondja az apostol, mindent remél, és mindent eltűr. Mindent remél. Mi az, hogy mindent remél? Van egy csodálatos reménységünk. Azt mondja Pál apostol a tituszi levélben, ugye délelőtt említettem a tanulmánynál, hogy megjelenik Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít bennünket, hogy megtagadván a hitetlenséget, világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világban, és úgy várjunk a ma boldog reménységet, ami Urunk Jézus Krisztus dicsősége megjelenését. Tehát, mit akar itt mondani az apostol, amikor ezt mondja? Mindent remél. Tehát hisz abban a reménységben, amely az ember számára, Isten részéről biztosítva van. Hisz abban a csodálatos ígéretben, hogy Isten minden embert üdvösségre juttat, ha akarja. Minden ember számára biztosítja a lehetőséget, és ott van egy csodálatos reménység. Mi ez a nagy reménység? Mi a mi reménységünk, drágáim? Próbáljátok egyszerre, elmondani hangosan. Miben reménykedik ez a gyülekezet? Mi a reménységünk? Nem mertek megszólalni, drágám. Hát mi a reménység? Hogy van üdvösség, van örök életünk, és várjuk ezt a csodálatos, boldog reménységet. Hogy egyszer, még a halál után is van egy reménység, hogy nem fejeződik be ebben az életben a halállal semmi, hanem ott van egy boldog reménység, ott van felettünk ez a csodálatos reménység, hogy lesz feltámadás az embernek. És Isten előszólít bennünket, és elvisz bennünket az ő dicső országába. Hát ezért lettünk hívők, nem? Ez a reménységünk, ezért lettünk hívők, hogy ez a reménység él bennünk, ez a reménység élteti a hívő embert, hogy egyszer Isten, amit megígért, azt teljesíteni fogja. Ott van számunkra elkészítve az üdvösség és az örök élet. Ugye milyen szép ez a szeretet himnusza. Aztán így olvassuk. Mindent eltűr, ahogy már az előbb is mondottam. És így folytatja az apostol. A szeretet soha el nem fogy. Ez egy csodálatos dolog. Minden elmúlik, minden elfogy. Szeretném felolvasni, hogy az apostol mondta itten, hogy a szeretet, ahogy a kezdetén olvastuk, minden a szeretet el nem fogy, de minden más, akár nyelveken szólás, akár tudomány, akár profétálás, bármi, amit az ember magából akar előhozni, mind elmúlik, de egy megmarad, a szeretet. A szeretet soha nem fog elfogyni, mert a szeretet Istene él, és a szeretet Istene örök. Azzal fejezzük be akkor a gondolatot, hogy a szeretet végül is megtermi a lélek gyümölcsét. És a lélek gyümölcse hogy kezdődik? Lélek gyümölcse, szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség és mértékletesség. Látjátok, majdnem csak ugyanaz a tükörkép, amiről itt Pál apostol beszél a szeretet himnuszában. Hát nem így történik az? Ahol van szeretet, mert ezzel kezd az apostol, ott van öröm, nem? Nagyon egyértelmű. Csak ott van öröm, ahol szeretet is van. És csak ott van békesség, ahol szeretet is van. Ott van béketűrés is, ahol szeretet van. És ott van szívesség, és jóság, és hűség, és szelídség is, ahol szeretet van. És a mértékletesség, és így fogalmazza meg az apostol, ha ezt a szeretet gyümölcsét, a szeretet, lélek gyümölcsét, a szeretet megtermi, azokról azt mondja az apostol, az ilyenek ellen nincs törvény.
Ugye milyen nagy dolog ez. Eljutni egyszer oda az hit életünkben, hogy a szeret, a lélek gyümölcse kivirágzik életünkben. Öröm, békesség, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. És azt mondja az Úr, akkor nincs törvény, nincs ítélet, hanem miénk a mentő szeretet. Egy nagyon kedves gondolattal szeretném zárni, amit egy nagyon komoly hívő ember fogalmazott meg, és engedjétek meg, hogy felolvassam ezt az idézetét. Az életnek az a feladata, hogy ezeket a dolgokat, mármint a szeretet gondolatát beépítsük a jellemünkben. Ez a legmagasztosabb munka, amelyre fel kell hívni önmagunkban, ebben a világban, hogy megtanuljuk szeretni, megtanuljunk szeretni. Nincs-e te az élet lehetőségekkel arra, hogy megtanuljunk szeretni? Mindenki naponta találkozik ilyen alkalmakkal. A világ nem játszótér, hanem tanterem. Az élet nem nyaralás, hanem nevelés. És az egyetlen örök lecke mindnyájunk számára, amit meg kell tanulnunk, hogy hogyan tudunk még jobban szeretni. Adja jó Isten, hogy ez a krisztusi szeretet valamennyünk szívében termőtalajra találjon, és hogy mi valóban a szeretet Isten szeretett gyermekei lehessünk kegyelméből. Amen.